Szevasztok, üdvözlöm mindenkit! Új hónap, új helyszín, de a három fő az maradt, Magyar Ferenc, Kislászló. Sziasztok. Sziasztok! És jó magam, most bejött a tap, bejött a... Mi jött, mi jött be? Nem a, a tap, az, nem az, tavasz, ősz, az, ősz ősz. Jött be, ugye mindig a hogy mindig hülyeséget dumálok. Beszélni se tudok, de, de hát, ugye, legalább, betetjük a komment szekciót Mondta ugye, mindenfélével. Mennyire. Most a legutóbbi az volt, hogy a... Melyik volt a, a Airbnb szavazásnál, hogy az 54 az azt jelenti, hogy én azt mondtam, hogy 4%-kal többen, kal többen. Fidesz módra. <laughs> két, látok, két harmad. Látok, nem mintha ez bármit is változtatna a végeredményen, de igaz, abszolút hülye vagyok. De hát ugye, na mindegy, hát kell lenni a meg is. Ezt meg ugye mindenki tudja, hogy... Na mindegy. Ne folytassuk ezt a témát, inkább <laughs> lapozunk. Na most, hogy bejött az ősz, Ú, újra elegánsba. <laughs> Szebbek vagyunk, mint valaha. Na... Ez a mostantól van némi változás, ugye új helyszínt tesztelünk, ahogy látjátok, majd aztán, hogy marad ez a helyszín, vagy kipróbálunk még másokat, ezt nem tudom, de hát ugye fő a változatosság. Ami viszont a lapszemével kapcsolatos változás, hogy mostantól lesz angol felirat. Tehát megoldjuk, hogy legyen angol felirat, hogyha esetleg valakinek külföldi ismerősei nézik, mert ugye azt azért nem tartom valószínű, hogy minden külföldiek aki Magyarországon nem magyarul megtanulna. De ha valakit esetleg érdekel az ingatlanpiac, és nem nincs barátságban magyar nyelvvel, akkor feliratosan fogja tudni követni. A lehetne is? Hát majd valakit ide beállítunk mögénk, és akkor fog majd interjúzni. most feliratos kell. vagy feriatos? Nem, felir nem, nem, nem feriatos, feliratos, feliratos. Uh, tehát Elég sok téma van, úgyhogy nagyon gyorsan lesz ingatlan befektetés külföldön konferencia november 29-én egy pénteki napon online közvetítés lesz, élőben lesz, gyertek el legyünk minél többen, uh, illetve VIP jegyek, van, még néhány VIP egy, azt hiszem, hogy 10 körüli van még. A VIP azt akarja, hogy a rendezvény utána az A38-on lesz egy vacsora, amikor a fellépők, tehát minden, mind a 12 ember, aki a színpadon fog állni velem együtt ott lesz, illetve a csapatom lesz ott, illetve 20 darab VIP egy elérhető. Szóval van még belőle, uh, gyertek el legyünk minél többen, találkozzunk, érdekes témák lesznek. Többek között jön a Törekizoli Mexikóból, a Paraidi István sikerült megszereznem Ausztriából, tehát lesz osztrák rész is, Farkas Adrián, Portugália, Liszabon, meg még egy jó pára, most nem sorolnék fel, mindenkit nézzétek meg a weboldalon. Iván Peti Albániából. Iván Peti hát, ugye ő Igen, kötelező, ő ugye kötelező. Hát nem, nem, nem le, mind, tehát ugye először az volt, hogy majd a régi csapatot összehozom, aztán gondolkodtam, hogy de jó lenne, lenne változás benne, aztán tiszta kellemetlen volt, hogy a végén már kellett lemondanom embereket, mert nem fértek fel a színpadra. Na mindegy, remélem nem sértődtek meg. Lesz új könyv. Opa, ingatlan befektetés témába készül az új könyvem, várólista van, a linket majd megtaláljátok a leírásba, lehet feliratkozni, tervek szerint november végén, december elején készen van, a feliratkozáshoz természetesen jár kedvezménye, ahogy mindig is, é, illetve ha vagy hogy vásárolnátok, akkor forduljatok hozzánk. Na, három darab kérdést hoztam a komment szekcióból, változatlanul, ha van kérdésetek hozzánk, akkor azt írjátok meg, mert igyekszünk megválaszolni. Nyilván nem minden kérdés fog beleférni, de most hármat akkor hoztam, amit az előzőből válaszoljunk meg. Az első azt mondja, szia Márton, azért írok neked, mert tudom, hogy te nem vagy hitel ellenes, és talán ebből is tudnál egy tartalmat készíteni, így közöns közönséget számára. Mostanában sokat gondolkozom, hogy befektető szemmel nézem, melyik hitelkonstrukció az előnyösebb. Szóval egy hitel esetében rövid futamidő, vagy hosszabb futamidő az előnyösebb. Ugye az egyik esetben 5-7 évre veszük fel a hitelt, akkor a banknak kevesebb pénzt kell visszaadnunk, a másik esetben, a elnyújtjuk, akkor a kamat miatt gyakorlatilag több pénz veszünk el saját zsebünkből, ami a banknak megy, de az infláció miatt gyakorlatilag mégse fogy annyi pénz a zsebünkből. Na, hát melyik a jobb? Hát attól függ, hogy hát ilyen rövid futamidőnél, ami 5-7 év, összektől függően beszélhetünk személykölcsönről is, aminek az átfutása egy rövidebb és egyszerűbb konstrukció. Tehát nincs ennyi papírunk, hogy gyorsabban megkapod Így a pénzt. Van. De hát, hogyha ingatlan vásárláshoz kapcsolódik a hitel, akkor ugye ki tudod használni azt a kedvezményt, amit ad a bank. Igen, csak ugye akkor rá kell tudni, hogy hosszabb az ügyintézés idő, sokkal több papír kell hozzá, és ingatlan fedezet. Ez csak azért mondtam, hogy ahhoz nem kell fedezet. Ahhoz nem kell fedezet, az egyszer biztos. De szerintem nem, tehát mivel ingatlanokról beszélünk, szerintem arról szólt a, a hogy lakásvásárláshoz melyik a jobb. én, a idő hosszabb, én a hosszabbra szavazok, mert ha több kamatot is kell kifizetnie, de alacsonyabb törlesztővel tudja megoldani, és közben ki is tudja váltani, át is tudja variálni, elő is tud törleszteni. Ez előtörlesztés, vagy kiváltás az egyébként érdekes. Tehát itthon Magyarországon valami miatt ez nem nincs benne így a köztudatban, egy hitelt az kiszokás, vagy ki lehet váltani. Te foglalkoztál hitelközvetítéssel, hát van olyan hitel, hitel? 25 éves hitel, ami megy. Nem emlékszem egyre sem, még 20 évig is elment volna, vagy 15-ig. Folyamatában vagy előtörlesztették, vagy végtörlesztették, vagy kiváltottuk egy jobb konstrukcióra, mert volt, amit már két év múlva kiváltottunk, mert olyan volt a gazdasági környezet, hogy jöttek a, a jobb adottságú hitelek, és érdemes volt. Az én véleményem az, hogy, tehát én is azt mondom, hogy hosszú hitel, ha ingatlan vásállásról van szó, mert... Ugye az infláció kettős hatása van az inflációnak, az egyik hogy az ingatlan árát fogja emelni, meg a bérleti díjakat, a másik pedig, hogy a hiteltörlesztőd, ami 20 évvel ezelőtt felvettél, az mostara nevetséges. Nevetséges Tehát, ja, és időközben át lehet ütemezni. Tehát egy 5 éves időtartam alatt mennyire valószínű az, hogy megváltozik a piac, hm. és lehet jobb hitelt intézni, és 25 év alatt mennyire valószínű ez? Tervezhetőbb egy hosszabb intervallum, illetve sokkal valószínűbb, hogy a bérleti díj fedezi a törlesztőt. Abszolút. Majd egyszer rosszatnánk van a témát, és nem értünk egyet, mert lehet, hogy az, lenne az, az ez lenne az érdekes. Van olyan biztos. Ah. Na, szóval, következő. Adott egy ingatlan, ami valóságban hasznos, 50 négyzetméter. Ezt mondjuk igazolja az energetikai tanúsítvány, nem az energetikai tanúsítvány igazolja. Tulajdoni igazolja. Nem, bár a tulajdoni lapnál azért azt elmondhatjuk, hogy vannak különbségek, de várjál, végigolvasom. Ja. Uh, tehát mondjuk 50 négyzetméter, ezt van egy dokumentum lehet igazolni, erre jön az ingatlanos, és még a szomszéd, falu szomszéd telkének az istálóját is beszámolja és odaírja, hogy a Putri 78 négyzetméter. Hát a többit nem olvasom, mert itt már van olyan is, hogy mi a f -om. Mm -hmm. uh, na hogy és, és hogy ugye értetlenkedik a, a kommentíró, hogy ez hogy létezik az, hogy az ingatlanos elcsalja, és a hirdetésben magasabb, tehát több négyzetméter tüntet fel, mint ami valójában. Hát ezzel csak az a baj, hogyha személyesen vagy telefonon nem mondja egyébként neki, hogy amúgy a négyzetméter ennyi, de a hirdetési árba így lett feltüntetve, mert egyébként hivatalosan a terasznak a felét se lehetne beleszámolni a négyzetméterbe, hogyha nincs meg az 1,90 belmagasság, és mondjuk ha nincs rendes fedése. És mondjuk az egymás alatt elhelyezkedő erkélyek nem számítanak rendes fedésnek. Kell, hogy legyen oldala. Így van, tehát három, mondjuk három oldalról kell, hogy határolja a fal. Ingyen egyéb, meg nem adhatod? Ingyen nem adhatod, de egyébként nekem volt olyan lakás Budakeszin most, hogy ott a garázsnak is teljes értékben rajta volt a tulajdonlapon, és a terasz és rajta volt teljes értékben a tulajdoni lapon. Így volt 115 négyzetméter, amúgy a lakóterület, mert csak 88 volt. Na de akkor ez se korrekt. Ez se korrekt. Tehát akkor se korrekt. hogy tegyünk, hogy tegyünk igazságot, amikor ha megépítetted a garázsodat, a pincédet, a padlásodat, a teraszodat, a, a mit tudom én, a, a szárazalját, a, a, befetted az autóbeállódat, stb. Erre mindre pénzt költöttél természetesen, és akkor most akkor, ha négyzetméter az 78 egyébként, a hasznos, akkor az 78 négyzetméter. Hát, induljunk ki abból, correct. hogy mennyi a fűtött alapterület. Így van, mert a garázs is fűtött, akkor akár egészbe is be lehet egyébként számolni. Meg le van uh, kerámiázó, vagy uh, mit szoktak használni a teremgadásoknál, az a műgyanta. műgyanta. Na szóval hát az se korrekt, ha ezeket nem számoljuk egyáltalán, meg az se korrekt, ha mindent összeadunk tehát egyik oldal korek. korrekt. Ezért szoktunk korrekciós tényezőt használni ezeknél a, a garázs, meg stb. Egy... Nyilván a négyzetméter nem fog stimmelni azzal, ami a van. egy 50 négyzetméteres erkének a felét nem fogom belevenni a négyzetméter árba, mert akkor nagyon torz a hatás. Igen, hát, már mert hát attól függ, hogy mekkora a lakáshoz, mert egy 200 négyzetméteres lakáshoz 50 négyzetméter erké az oké. Okay. De mikor 30 négyzetméteres van lakáshoz egy... 50 <laughs> négyzetméter, <laughs> nagyobb az erkény, mint a lakás. lakás. Na, hát van ilyen. Csak tegyük hozzá még azt, hogy hányszor fordul elő az, hogy amikor a, uh, létrejött ugye az IKV, és az elvtársak felmérték az ingatlanokat. Mennyit itt akkor, éppen? Hát éppen mennyit piáltak, meg éppen hogy sikerült a falat belemérni, vagy utólag falazni, vagy Aztán. nem tudom mit csinálni, és akkor ebből micsoda eltérések vannak. Igen, azért szoktak ilyenkor írni, hogy tulajdonképpen ennyi, de lemérve ennyi. Mikor van ezzel a probléma? Hogyha nem írják bele így, vagy nem tájékoztatják meg a Pontosan. Belőt. Pontosan. Tehát azért tegyük helyre ezt is, hogy a, az ingatlan, tehát a hirdetésnek, nem csak ingatlan hirdetésnek, bármilyen hirdetésnek az értelme micsoda. Érdeklődés generál. Csörögjön a telefon. Így van. Tehát ha én meg tudom mondani, meg tudom idealizálni, és lehet, hogy ez én vagyok a köcsög ingatlanos, de tudjátok, mit legyen úgy akkor, ha meg tudom ideologizálni, hogy az mér 78 négyzetméter, aminek a tulajdonlapja az 50, és ezt el tudom magyarázni, hogy ez miért így van, és ezt mikor felhívsz, akkor el is mondom neked, hogy figyelj, tudjál róla, hogy tulajdonképpen 50 négyzetméter azért 78 a mert a, ö, a lakás alapterülete 50, meg még van mellette pince, padlás, garázs, nem tudom micsoda, akkor erről te tudsz. És onnantól el tudod dönteni, ezt téged érdekel, vagy nem. Nem kell onnantól fogva anyázni szerintem. A félretájékoztatás a probléma. Így van. Na. De hogy mellé tegyek még valamit, kiteszik a Tesco-ba, hogy benzin, benzin. De akar, ezt is kiteszik. A, a ósános kúton, meg a nem tudom Kiteszik, hogy nem tudom, a 500 forint a benzin, de hogy csak 4 80, bemész tankolni, ha már ott vagy, akkor nyilván megveszel mindent, és úgy van összerakva a bót, hogy mindent megvegyél. Lehet, hogy te annyira okos, hogy nem veszel meg mindent, de higgyed el, hogy, átlag, hogy nőknek, nagy átlagban Nőknek nők... van <kül> na. De az olcsó tejfölt akartam mondani. Nyilván a tejföldből van egy raklappal, ami már nincs, mire odamész és mire végigmész. Nyilván a leghátsó pontján van az egész boltnak. Mindenhol megvezetnek, vedd már észre. Amit három havonta átrendeznek, hogy nem ne szokd. Tehát mindenhol megvezetnek, vedd Nem kell ezért az ingatlanos pofáját rühelni. Bár ugye van az a régi a mondás, hogy a lónak négy lába van, mégis az ingatlanos a köcsök. Tehát ez ennyi, ezzel nem tudok mit kezdeni. Na, szóval, következő agglomeráció, melyik, agglomerációban melyik lokációt preferáljátok, családos emberek, ez akkor nem nekünk szólt hanem a családos embereknek, ha lakóházat szeretne venni, nem luxus kategória, mik a tapasztalatok élhetőség kapcsán, nyugalom közbiztonság, normális iskolák, sötöbö. st. Sötöbö. Uh, Erről, ha jól tudom, akkor neked van egy kis Persze. kutatásod az agglomeráció. Hát első körben ugye a, aki a budapesti agglomerációba költözik, tehát érdemes, hogy az ingatlan árakat és a közlekedési lehetőséget úgymond településenként egyenként megvizsgálni, mert itt nagyon eltérőek lehetnek. Kezdjük mondjuk a drágább településekkel, ahhoz, ahhoz tartozik mondjuk Üröm, Telki, Nagykovácsi, Szentendre, Budaörs, Budakeszi, itt Budai egyébként Budapesti, igen, tehát itt egyébként budapesti árakkal találkozhatunk, viszont. A zöldebb környezet miatt egyébként az emberek jobban kiköltöztek, még főleg a COVID idején, viszont tényleg itt abszolút. Tehát a budaörsi lakótelepen nagyjából gazdagréti, gazdagréti lakótelepi árak vannak egyébként. Hát ami szintén az egyik legmagasabb a városban. Így van, így van. Ebbe bele megyünk. Így van, de egyébként jó az infrastruktúra, meg magas életminőséget kínálnak az odaköltözőknek. Az olcsó települések közé sorolnám mondjuk Szigethalmot, Sziget -Miklós tökölt. Délpesti régió. Délpesti régiót egyébként, de még a periférián lévő városokat, mint mondjuk Nagykárt Nagykovácsi. Ott mondjuk, nem Cegléd és Nagykáta, ott egyébként akár 16 és 30 millió forinttal is olcsóban lehet lakást venni, mint Budapesten, viszont na, onnan nagyon, na, nagyon nehézkes az autós bejárás, főleg forgalmas időszakokban. Abból az irányból, hogy lehet bejönni? M5, M0? M5, M0, igen. M4. És ezek annyira problémásak? Reggelen? Abszolút, hát, tököröl, a tehát tököröl, tehát ott csúcsforgalomban. Ha de most a budai agglomerációban a, a 10-esen meg a 11 esen bejönni, az mennyivel jobb? Se sokkal jobb. Ugyanaz, nem, nem, nem ugyanaz tudom, az mi... csak a másik uh, irány. Azért mondom, hogy én nem tudom, hogy a közlekedésben van-e ekkora különbség valójában? Hát sok vasút is van egyébként, akár vasúton is tudsz közlekedni, tehát mondjuk az olyan város, a déli mintért... Nem, hogy a... Mondjuk, ott is. mondjuk ott is akár, hogyha úgy van, hogy a hívvonalom, meg a közlekedő vonat a keleti nagyon igen, sok forgalmat. Vagy végül. mondjuk az olyan városok, mint Érd, Dunakeszi, Szentendre, azok, hogy a vasúton és tárnok, Göd, Gödölő, azok, hogy a vasútvonalon és autópályán is ol, jól, megközelíthetőek egyébként. A vasútvonal nagyon jó cucc, ha közlekedik. Ha ugye. közlekedik. Tehát <laughs> <laughs> az, az, az biztos, az, az, olyan, mint, az olyan, mint a hévre szállnál, vagy mondjuk kis túlzással a metróra szállnál. Hát a Szentendrén is, a megnézettet a Batyány tér hévvel 40 perc. Ez teljesen Kocsival is egyébként. Vállal, de most a másik irány, a, a na, melyik megy a soroksár felé, a melyik megy a felé. Hát a ráckeve felé, csak az, ami egyetlen vonal van a ráckevére. Igen. Hát És Hát az, az a soroksár, igen. A többi irányból, az a Gödöllőről be tudsz jönni vonattal, nem? Nem Gödöllőről is hívva tudsz. Héber tudsz. Vagy az M3-as. Az, az az, az őrs nem ja, várj, Várjál, Gödöllőnő, Gödöllő is hívjál, persze. Az hát akkor, az akkor, meg van, az az akkor ráckeve Gödöllő, akkor abban az irányban Igen. is van. Igen. Két hét tulajdonképpen. Ami nem hívvonal, az a problémás, nem? Absz abszolút. abszolút. Hát ott meglepetések is lehetnek. Hát viszont ugye az ingatlan árakban, tehát ugye most mondok egy példát, tehát külön nem olyan rég adtunk el egy ingatlant, 75 négyzetméteres volt, háromszobás, erkélyes, egy 20 éven belül épült társasházban 40 millió, na Budapesten ugyanez 70-75. Tehát azért egyébként Jön. úgymond vonzó az árok véget, meg a csendesebb életmód miatt egyébként ezek a települések hát kinek, is. Igen, kinek mi a fontos, mondjuk én azt élvezem, hogy fogom magam, amikor éppen szembe üt, felszállok a metróra, aztán megyek hát, olyan programra, amire akarok. Hát ha mindenkinek, tehát ha valakinek, valakinek minden, napra, minden nap be kell járni a Budapestre, annak nem javaslom az agglomerációba való költözést egyébként. Attól függ melyikbe. Hát meg ha mondjuk, mit tudom, izmos és izmos akar lenni, és bebiciklizik minden nap, én találkoztam olyan emberrel, aki érdrőd. Magam felé érzel beszélek, ott van a Maglódi házam, és ott 150 méter a vasútállomás. Na hát az például mi a probléma? Fél órán belül keletibe vagy. Na hát akkor az egy, az egy jó hangzó közlekedés. Gondolom az árérték arány miatt van még meg. Így van. hát ezzel meg majd változtatunk. <síns> Ö, jó, oké, lendüljünk túl ezen a témán, mert ugye sok minden van. A következő tranzakciószám uh -huh. szeptember. Hát ezt olyan nagyon sokat nem fogjuk nézni. Jaj, bocsánat. már el kell indítanom a képernyő felvételt. Szóval megvan az előző havi szám szeptemberben. 9754 lakó ingatlan cserélt tulajdonost, illetve 112 milliárd forint szerződéses összegű lakás célú jelzálók realizálódott. Na, hát most, hogy ez sok vagy kevés, van itt egy grafikon, Annyi, ami mint látszik. az augusztus körülbelül. Hát körül, igen, majd már mindjárt ránézünk egy kicsit. A, Csak, uh, csak marának, hogy a szeptemberhez képest nem lódult meg annyi. Tehát itt van ugye a, a DH barométerben lévő szám uh, becslés, és hát gyakorlatilag hát visszatértünk abba az állapotba, hogy így ki van simulva a görbe, kicsit alacsonyabb szinten, mint egyébként az év elején, és általában az év vége az lassabb szokott lenni, mint az év eleje. Úgyhogy uh, most ez jó vagy rossz, ez hogy értékeljük? Az átlagos, csak igazából rendet kéne tenni a fejekbe, tehát nem pörög a piac, most működik átlagos szinten. Jó. Akkor pörögne, hogyha ilyen 13-15 ezeres tranzakciószámok most menném, Megúrott ott... volna ugye a nyár után, amit sokan szoktak várni, hogy jön az ősz, jön a szeptember, Persze. na akkor most mindenki kinyaralta magát, és mindenki ingatlant fog venni. Hát nem. Hát, <laughs> Ugyanilyen, mint az előző. Az az érdekes, hogy júliusban volt a csúcs. Idő. Így van. Hát, hát egy ez, kiugrás, ez, egy meglepetés, előfordul. ez egy éves csúcs volt szerintem. Tavaly is volt nem. egy kiugrás, emlékszel, tehát ilyen 6-7 ezeres tranzakciószámok voltak, és május egyszer csak majdnem 10 volt. De, 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 ez az, hogy általában májusban, március, május, tehát a tavasz időszakban az a felugrás, a nyári júliusi az, az egyáltalán nem az jelentő, ritka. szerintem. Úgyhogy, na, de ez egy, de különben ez semmi változás, hogy a 9003, tehát a 9007 az nagyjából itt ezen a ponton lesz, a következő pötty. Oldalazunk. A, a piac megy szépen, a tranzakciószám szempontjából ö, ugyanazon a szinten ketyegünk, mint egész évben. Ez összességében nem rossz a tranzakciószámban bőven, mert akkor a 110-130 ezer közé. Tehát a közé fog valahova beesni, úgyhogy 120 ezer ingatlan eladásból, akinek nem sikerült eladni az ingatlanát, mondjuk az elmúlt három hónapban, akkor majd ezután fogja. Elképzelhető, nem a pi... ezután nem a piac miatt történt, mert a piac az köszönj szépen megy. Get. Megy get. Lehet, hogy meg kell vizsgálni az árat. Hát általában ez, ez, ebbe Az ár marketing venni. persze. Tehát a marketing vagy az ár, ugye ez a kettő. Hát mondok még egyet, amivel most az Oli hívott ma, hogy van valami telephely, amit ő bevállalt. Ö, osztatlan közös végrehajtás van rajta, ö, bank valószínűleg nem finanszírozza, és a többi, és a többi, és ezek így derülnek ki sorba, tudod. Hogy mondott egy árat rá, ja, hogy osztatlan közös. Hmm. Arról volt szó, van megosztás, ja, nincs megosztási. Hmm. és akkor lekírja a tulajdonlapot, 15 oldalas tulajdonlap, ja, hát van rajta a végrehajtás is, a ah, ugye ez sikerült. Igen, igen, igen. Igen. igen, Úgyhogy most úgy néz ki, hogy az eredetileg megállapított árhoz képest egy 30-as alacsonyabban lép a piacra, de végül is elvállalta a megbízást, nagyon, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz belőle. Na mindegy, szóval ugye a tulajdonosok fejébe általában vannak gondolatok, amiket igyekszünk helyre tenni, van olyan is, hogy pozitív irányba kell helyre tenni, általában negatív irányba kell, tehát hogy lefelé kell jönni a piac irányába. Valamikor sikerül, valamikor nem. Arról nem beszélve, hogy ugye érintettük itt már, hogy többféle módon lehetne megközelíteni a piacot, tehát nem csak az, a, az, az van a fejekbe, hogy akkor jó magasra felteszem az árat, hogy majd hátha. Nem, ja, meg alkudjanak, meg stb. Meg majd úgyis alkusznak, de nem alkusznak. Nem. Mert mi a tapasztalat? Mekkora felárral érdemes kérni? Holland licit, angol licit. Hát én azt mondanám, hogy 20-ig el szoktuk vállalni, ami működik is, az, az valóban ilyen 10 tíz... hát ilyen az százalék tíz, százalék felárnál. A magyar Azon az nem belül egy... kell lenni, igen, Az szóval nem, egy... nem a magyar nem egy arab, arab nép, tehát itt, itt az eee. nincsen benne, hogy majd... Hogy is felezünk. De, de várjál, szokott előfordulni hogy oda jön a vevő, és azt mondja, nagyon hogy Nagyon akkor jó, adok egy ötvenest, és akkor mit szoktunk csinálni? Hát, nem semmit. Nagyjából, mert... Hát annyira én is. Na, hát, annyira megveszünk. Igen, igen, igen. igen. Uh, zárójelben meg lehet jegyezni, hogy az asztalnál ugye mindenki ingatlant vásárolt mostanában. Na mindegy, ja, ezt hagyjuk. ezt ez, ez már nagyon felszor. felújítunk is. Így van. Én hármat is vettem ebbe az évben. Na mindegy. De biztos ez is csak ez, ez is kamu, mert persze. Na. Jó van, lépjünk tovább. Szóval hol tartottunk, nem tudom. Következő Tehát igazából úgy is piacra lehetne lépni, hogy adunk egy olyan árat, ami egy a vevők igen szexi és fel licitálják. Mit ad is, mm -hmm. ebben azért ebben a hónapban is volt ilyenünk, persze. ahol sikerült eltalálni két olyan vevőt, aki már be volt izgulva, ugye a Már nyitogatta a pénztárcát. Így van, és úgy néz ki, hogy irányár fölé licitáltak végül. Mert elfáradtak, most már venni kell valamit. A ő, igen, a vevők meg voltak fáradva, az ajánlat az jó volt, uh -huh. megtaláltunk vele két vevőt, és akkor ebből lett egy, egy irányár fölött eladás, és azt hiszem 50 milliós tétel, tehát 50 millió fölé ment végül az ár. Ők se, se tegnap kezdtek keresni. Nem, hát nyilván. Hát, ő hát azokat légebbi. kell megtalálni, aki már, aki ott már ott el van 20, fáradva, mert látott már mindent. Na, menjünk a következőre, amit már szénnézhetett szedett a, a média, de Airbnb tiltás. Na, uh -huh. egy rövid vélemény mondjatok, aztán én csináltam egy kis kutatást, Jó, azon okay. fogunk végigmenni, hogy megnéztem azt, hogy egyébként más nagyvárosokban mi lett ebből az Airbnb kutatásból, de még mielőtt elmondanátok, azért felsorolom itt a, csak, a, csak a főcímeket fogom elmondani, ugye Airbnb kitiltásról döntöttek a terézvárosiak, az azt jelenti, hogy elvileg 2026. január 1-től nulla. Airbnb fog működni a hatodik kerületben. Ugye ez még nem uh, törvény, vagy nem rendelet. Lassit még, még finomítás. Uh, igen, mert ugye mondom a következő címeket, azt mondja, hogy az Airbnb, tehát Airbnb lenulláz a vagy éppen most nyertek a szálláskiadók, mert ugye a szálláskiadók meg arra hivatkoznak, hogy tulajdonképpen a lakosság 20%-a ment el szavazni. Igen, meg 16 év alatt Igen, és akkor ugye az, azokat, Neki azokat, akik, azokat, akik meg ott üzemeltetik ezeket az ingatlanokat, azokat nem kérdezték Igen. meg. Tehát hogy ezért ugye azt mondják, hogy mivel összesen 20% szavazott, és akkor összesen valami 10% volt az, aki egyébként nem el szavazott, ezért, hogy ez, hogy ez azt jelenti, hogy a lakosokat egyébként nem érdekli ez az egész, tehát akkor miért nem működhetne tovább? Ugye ez, a, ez az Airbnb-seknek az álláspontja. És uh, akkor ugye hogy máshol is betiltják e az Airbnb-t, az a, uh, ugye ennek a cikknek ez, uh, ez a címe. Megkérdezték a szomszédos kerületeket, a 9. kerületben az a válasz. Tehát, tehát igazából az összes szomszédos kerületben az a válasz jött, hogy a, a lenullázás, az nem megoldás szerintük. Nem. És egyébként az szerintem van. Van. Szerintem sem. Na, ti mit gondoltok? Lesz Airbnb miatt? és hogy fogja változtatni a piacot? Jó ez, rossz ez? Akkor kezdem én. Szerintem az a ö, ráhatása a piacra, hogy a hírek önmagukban is megmozdítják a piacot. Hát az embereknek születik a fejébe egy, egy álláspont, és az alapján fognak dönteni, hogy ha vásárlás előtt állnak, hogy akkor lehet, hogy éppen a Király utcának nem a hatodik kerületén, hanem a hetedik kerületi oldalán fogok venni. Tehát az egyik oldalon várható, a elapad a kereslet, a másik oldalon megterdúsult. mert azért ott bujkál a kis ördög, hogy mi van, ha mégis ez így marad. Hát nyilván. Tehát a befektető aktivitás az én szerintem is, ugye a számokat Ilyen. még most nem látunk, de szerintem a hatodik előbb a befektető aktivitás, az a békafemeke alá esik. 5-10%-ot szerintem biztos esnek az árak, mert ha egy eszköz termelő képességet Ilyen. csökken, akkor az eszköz értéke is csökken. Hát, hát mert... azért logikus, amit mondasz, mert ugye a... Uh, vagy a szomszéd kerületek egy egyelőre megtartják az ember Művészetet. Ott is lesz akkor... szabályozás biztos. Az hogy, az, hogy lesz, ez már most szinte biztos. biztos, hogy lesz szabályozás valamilyen irányba, én azt mondom, hogy kell is szabályozás. Tehát, az, hogy eddig 2015 óta ha játszódjatok, nem, és nem, akkor nem. Azért, ilyen vadkapitalista módon, ahogy szoktuk, most meg akkor ugye nullára behúznak kéziféket, mert ez egy hülyeség. akkor ez egy Tehát. érdekes dolog, hogy mint amilyen határvonalak vannak, amik utcák, hogy az egyik oldal, ez a kerület a másik Ötödik, oldal az hatodik, a Na most, ha az utca másik oldalán, Bál a, a német turista, vagy az angol, vagy a holland, az áthaladszik a hatodik kerületi oldalra is. De a hatodik kerületnek az a része amúgy is buli negyed. Tehát a külföldi turisták úgy is ott fognak bulizni. Tehát most a két-három lakó, aki még ott maradt, az ugye lázad. Teljesen értem, hogy miért. Egyértelmű, persze, de... Hát ott, ott egyre egy... kevesebb a, a lakos Jó, de most ez olyan, hogyha egy társasházban ugat egy kutya, akkor az összesbe be kell tiltani. Így van. Sok, Ez én láttam ilyet, sok az... hát házszabályban láttam ilyet. Igen, Nem hogy... van ilyen az SMS-ben, És egyébként... hány kutya lehet, és mekkora termetű lehet? Persze. Különben meg kell némiteni, és akkor lehet tartani. De biztos lesz szabályozás, már ugye az NGM is mondta, egyébként azt szeretnék ezt országos szinten egyébként kiterjeszteni, ezt a szabályozást. Már nem a nullázást, hanem a szabályozást. Szabályozás. A 180 nap, stb. csak nyilván a hatodik kerület úgy volt fele, hogy a nulla napot könnyebb ellenőrizni, mint a 180 napot. Mert nem kell. Így van. Hát ez, ez, az én személyes véleményem, és halvány gőzöm nincs, a szomszédok. És Persze. halvány gőzöm nincs a hatodik kerületben, hogy működik az önkormányzat, de szerintem se a nulla napot ellenőrizni, meg se a 180 napot ellenőrizni, nincs kapacitás. Szerintem. a nullát azért azt Hát jó, ha ott van, nem <laughs> egy hatodik kerületi, akkor jó. egy térfigyelő rendszer működik. Volna, mert Barcelonában például olyan változtatás Ó, jött, hogy lényem. ott ö, ugye csináltak rá aparátust, aki ezzel foglalkozik. Hát ott fussa Hát itt miért nem fussa rá? Mert nem akarják. Hát erről van szó. Pedig hát vannak éjesztetve az önkormányzatok, itt az az egyik legnagyobb probléma, hogy nincsen az önkormányzatoknak pénze. A hatodik kerületnek pont van egyébként, tehát ez egyik leggazdagabb költségvetése. Mihez képest? Tehát a templom képest? De most figyelj, ha megnézed, pont ugye hallgattam egy interjút, 30 milliárd forint, nem, 30 milliárd forint az éves költségvetés, mm -hmm. és ugye 700 milliót hozott volna nekik az Airbnb, de elméletileg 2 millió forintot költenek mm -hmm. egyébként ugye a lakhatási támogatásra albérleti. Ügyileg, szóval ez ak akkora öngol, hogy emellett nem lehet elmenni. A szabályozó azt old meg, amit akar. Ha be akarják tiltani az Airbnb-t, be fogják tiltani az Airbnb-t. Ha ö, nemzeti dohányboltot akarnak csinálni, a nemzeti dohánybolt lesz, nem érdekel, hogy te 25 éve üzemelteted, meg már a nagyapád is ezt csinálta, az senkit nem érdekel, a hónaptól nemzeti dohánybolt van. Ha akarják, átviszik. Hát ha van egy ilyen állapot, ugye nem a tulajdon számít, hanem a szabályozás. Igen. Na, áreséssel kapcsolatosan. Ö, az a Valahány falahányszáz lakás akkor valószínűleg visszajön a hosszú távú bérlakáspiacra. piac. Hát, ha nem is mind, de, de azért része. fog belőle. Persze. Tehát akkor ugye bérleti díjakban valószínűleg hoz némi uh, korrekciót. Illetve lesz, amelyik piacra kerül. Lesz, amelyik piacra kerül, tehát nyilván akkor a, ugye az eladni való portéka is feldúsul valamelyest, ahogy az előbb beszéltük, Király utca a választóvonal, hatodik de nincs Airbnb, akkor nyilván inkább a hetedikbe beveszek. Tehát az egyik oldalon megszűnik, vagyis is a kereslet, a másik oldalon feldúsul a kereslet. De ingatlan ugyanannyi van, Ha egy kereslet lecsökken, egy ugyanannyi és egy konstans kínálat mellett, akkor mi történik? Igen, csak mondjuk a hetedik kerületben nehéz Airbnb jogot szerezni. Igen. A 6B most amúgy könnyű volt. Okay. Volt ez igen. már fordítva is. Igen, igen volt igen. már fordítva is, tehát mert ezt is már meglátjuk. De alapvetően én is azt gondolom, hogy valamelyest az árak igen, egy minimálisat, én nem gondolom, hogy az 5 és 10% az mondjuk egy minimális álcsökkenésnek mondható, pláne hosszú 20 éves távon. Volt, távol. amikor ez egy fél év alatt megtörtént. Tehát... Pluszban. Hát minden kereszt volt, év. hogy megtörtént. <laughs> mindig hát mindig a Covid megtörtént. Hát volt egy kis hullámzás. Hát a Covid-nál ugye az átlag árakban nem látszik, de nyilván a budapesti árakon Hol, ott azért... azért az albéleti az az árak egy 30%-a visszaestek ja, az az Buda Budapesten, igen. de az, Én az most eladási... Én most már az eladási, eladási, eladási ott volt. is visszaestek. Az átlag statisztika szerint a Covid idején nem nagyon estek az árak. Azt, azt tudjuk, hogy voltak olyan szegmensek, igen. ahol igen. Mert például az Airbnb lakások ára akkor igen is estek. Laktam is akkor olyanban. Persze, ezt beszéltük is múltkor. De ugye az is egy érdekes szitu volt, mert akkor is az volt, hogy a csak egyszer nulla. Hát nem, hogy visszaesett, hanem Nem Hanem nulla. Hát szinte nulla, mert ugye néhányan rasszáltak uh -huh. még itt, de hát ugye mindenki hazament. Na szóval én is azt gondolom, hogy minimális árkorrekció várható, albérleteknél is, a hatodik keletben biztosan, a, ha ez így lesz, ugye nem tudjuk, hogy így lesz, tehát, teh teh ugye koptatjuk a pofánkat, mert ugye minden hír, ami kijön, ezek hírek, ugye, és ugye ezért lapszem lesz. Ez, ez mozgatja a piac. Az eladási, tehát az ingatlan értékekben is lesz ezáltal némi korrekció valószínűleg, én inkább stabilizálódás mondanék, minimális esést, ami biztos, hogy a, eddig az volt, hogy a tulajdonos fejében lévő hülyeség az működött. Most viszont az lesz, hogy a tulajdonos fejében lévő hülyeség nem fog működni. Ezért kitolódnak az értékesítési idők, amíg egyszer majd el nem hiszi a köcsög ingatlanosnak, hogy az ingatlan nem ér már 100 milliót, csak 90 Vagy eladni 85, a való portéka. Hát forduljunk egy kis expanzióba. Látunk melyet. Na ezzel nem menjünk tovább, mert ezt már tényleg ezerszer beszéltük. Na mondom, hogy én mire jutottam a kis kutatásom alatt. Na, megnéztem, tehát most igénye nélkül, de felsorolok néhány olyan helyet, ahol egyébként a bevezették az Airbnb korlátozást, és ott hatása is volt ennek a piacra. Palm Springs, Kalifornia. Ez az egyik legkiemelkedőbb, mert itt elég jelentősen visszavetette az ingatlan piacot az Airbnb korlátozás. Az ingatlan árak jelentősen csökkentek, az eladások volumene a felére esett. Ez ugye 2022 mm -hmm. vége, 23 20 eleje valahogy így volt a, a szabályozás. Uh, azt mondja, hogy uh, uh, mindjárt mondom egy kicsit részletesebben, hogy Pum Springsben mi történt. A, igen, azt mondja, az LA Times írja, hogy a rövid távú béleti engedélyekkel kapcsolatos szigorítások hullám a szabadás taszította az ingatlárakat. Az eladatlan ingatlanok egyre hosszabb ideig maradnak a piacon, egy vásárló, aki másfél millió dollárt fizetett egy házért, állítja, hogy szerencsés lenne, egy millió dollárt kapna érte. Ezt Airbnb bastnak nevezik, mivel stb. stb. Tehát, tehát tulajdonképpen jelentőset zuhant a piac ezért. Tehát ugye 22, most már ugye 24-et írunk, és ugye 22 vége, 23 eleje volt ez a szabályozás bevezetése, tehát valahogy így. És akkor 23-ban hogyan változott a piac? Tehát először megtorpant, a tranzakció száma felére esett, és akkor ugye, ahogy mondtuk, volt, aki mondjuk egy ilyen elég jelentős csökkenést tapasztaltak az árakban, azok, akik beszálltak éppen akkor. Viszont 23-ban már a kereslet növekedése volt tapasztalható, tehát 6,5%-kal nőtt a kereslet nyaraló ingatlanok iránt, az elérhető éjszaká kínálata 12,6%-kal nőtt. Tehát itt sem az volt, teljesen kipukkasztották az Airbnb-t, hanem ugye maradtak ö, ö, turisták, és most már nő ugye a kereslet is. Airbnb bust one year later. Van, nem tudok angolul beszélni. Airbnb bust one year later. Uh, did the short-term rental industry ever collapse? Tehát, hogy összeomlik-e végleg a rövidtávú uh, uh, bérleti piac? És így a cikk azt írta le, hogy tulajdonképpen 2023 végére már Normalizálódás jelei mutatkoznak, nem állt helyre a piac, de hogy szépen elkezd erősödni a kereslet, mm. stb. 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 Tehát itt elég jelentősen megrántotta a piacot az Airbnb tiltás Pumpsprings-ben, de hogy utána megkezd normalizálódni a piac, és eltelik gyakorlatilag másfél év a szabályozás óta. Tehát Köszönöm. ez volt Pound Springs, következő New York USA, itt is szigorú szabályozások voltak Airbnb fronton, a rövidtávú béleti piac drasztikusan visszaesett, de inkább az ár emelkedés lassulását eredményezte, mint a közvetlen árcsökkenést. Ugye a lakhatási válság megoldásán dolgozik New York is. Ugye itt nem volt árcsökkenés, pusztán megtorpant a piac az Airbnb-nál, Barcelona. Üm... Itt ugye itt szintén komoly korlátozás vezettek be, itt a legtöbb ingatlan visszatért a hosszú távú bérleti piacra, némileg csökkentette a bérleti díjakat, az Ingatlárak stabilizálódtak. Berlin, Németország. Egyike volt az első városoknak, ahol korlátozták az Airbnb-ket, ingatlanpiacra volt némi hatása, az árak csökkenéséről nem számoltak be. A szabályozások inkább az emelkedés lassulását okozták. Tehát ugye Berlin volt az egyik első, szóval nem nőtt még ekkorára az egész cirkusz, szóval kisebb volt a baj, amikor ők léptek. Montreal, Kanada, hasonló korlátozásokat vezettek be, lassították az áremelkedés csökkenést nem tapasztaltak. Tehát összességében nagyvárosokban ugye azokat a példákat látjuk, hogy Palm Springs kivételével nem nagyon volt hmm. áres és stabilizáló, piacok stabilizálódását hozta. Ö, még azt néztem meg, hogy hol milyen szabályokat hoztak be, ö, és akkor erről egy kis gyűjteményt mutatnék be. Berlinben. Azt mondja, hogy Zweck ent fremdungsverbot, nagyon szép német szó, ugye ezt a törvényt 2016-ban hozták, 16-os, tehát itthon Budapesten 15-ben kezdett robbanni az Airbnb, ők már 16-ban szabályozták. Tehát azt mondja a törvény, hogy a teljes lakások rövid távú bérbadása tilos, ha csak a tulajdonos nem rendelkezik külön engedéllyel. És az engedély megszerzését nem tudom, hogy hogy zajlik, de hogy komoly, tehát nehéz feltételek vannak, lehet engedélyt szerezni, de pénzbe kerül, hosszas procedúra. Tehát megnehezítették az engedély megszerzését, és ugye ezzel meg tudták akadályozni, hogy, hogy hogy felverjék az ingatlan piacot az Airbnb-sek. Azt mondja, hogy ha engedély nélkül lépsz ki, 500 eurós büntetést is kaphatsz. Ó, a részleges bérbadás viszont engedély. Van, tehát azt csinálták, hogy amit, amire az Airbnb létrejött mm. egyébként, hogy ugye az volt, hogy van egy üres szobád, akkor az kiadod, Csillagol. és akkor jó csúszálás. Mm. Na ez viszont engedélyezi a német. Tehát ha te benne laksz a lakásodba, ezt nem tudom, hogy kell igazolni, hogy te ott vagy közben. De mindegy. Igazán... Tehát így, van, mert... tehát te fogadhatsz turistákat a, mit tudom én, a kis szobába. <sorban> azt, ezt, ezt megengedi a törvény. <sorban> <sorban> Illetve digitális bejelentési kötelezettség van, és 2018 óta 90 napra maximalizálták a bérbeadhatóságot rövid távon. Hát biznisznek már nem jó. Hát ott gyakorlatilag ez ki. Hát hogy csak csinálták. ebből éljen valaki. Igen, gyakorlatilag ilyen. ott 29 alatt meg is akarják szüntetni Barcelonában. Simán lehet. Hát Na a, a, Mária Barcelona. Volt. Igen. a Mária Barcelona, ugye Barcelonában rengeteg turista, és szóval én jó pár éve voltam már ott, de hát, akkor is ez volt. Érdekeség, hogy a, a, a La Sagrada Família Szent odaértünk, értünk délbe, ha még nem voltatok oda érdemes. Volt, nem voltam, nem. voltam Az jális van, jális vitt, jális vittem jális jális. is oda. Szuk zseni, szuk, de a templom, de... nem akarok templomot nézni, mert Láttam egy templomot, láttam mindent. 25 amikor, éve voltam ott először, akkor is így nézett. Amikor oda mentünk, azért az állam leesett, meg a, a belső. Tehát a belül, ahogy kinéz. 25 vál, éve még belül. szinte üres volt belül. És uh, a lényeg, hogy odaértünk mintem, hogy délután egy órakor, olyan sor állt, hogy itt van a kapu, és körbe azon a marha nagy templomon, hogy ott volt a sor vége, és ahol az eleje. Na, jó, mondom, én ide én nem megyek. Benézzük, mikor nyit. 8 óra 30 kor 8 óra 25-kor ott voltunk élétemben először a kapun, úgyhogy igazából a koránkeléssel meg lehetett adni. Na mindegy. Szóval szintén, ugye Barcelona mit csináltak? Engedélyezési rendszert vezettek be ott is, 600 .000 eurós büntetéssel, tehát ha valakinek nincs engedélye, akkor Még elég komolyan a megvágják. A -e? Tilos az engedélyek kiadása központi részen, ugye gótikus legyednek a la Barceloneta, negyedben kitiltották teljes mértékben, fokozott ellenőrzés, talán ez a legfontosabb. Tehát, hogy csináltak arra a kapacitást, hogy, hogy, hogy ellenőrzik folyamatosan hát ez az egy Így van. És hogyha ha valami gond van a turistákkal a lakásodban, akkor te, mint tulajdonos vagy kötelező arra, hogy te tegyél de fél órát akkor tudtam valami ilyesmi, igen. Mézik, uh, digitális platformok, stb., illetve a hosszú távú bérbeadások előnyben részesítése, tehát támogatják a hosszú távú bérbeadást államilag. Aztán uh, még egy érdekes Bécs. Bécsről majd még lesz szó a mai Persze. napon. Uh, Bécsben 2004. júliusától 90 napra maximalizálták az Airbnb-t, stb. Uh, stb. igazából más nem írtad 2024-től uh, 90 napra maximalizálják. Sunset Real Estate oldaláról szereztem ezt az információt, illetve Engelszent fölkezni, is találtam hasonlót. Itt van viszont egy grafikon, ami a Immobilien Price Wohnungen in Österreich, tehát ez komplett Ausztria, és nem csak Bécs. Hát ott van némi megtorpanás így a grafikon végén. Tehát elképzelhető, hogy ott csak volt valami. De ugye ez se esés, amit itt látunk, hanem ez is egy egy kiegyenesedés. Tehát igazából akkor azt találtuk, hogy mindenhol, ahol hoztak szabályozásokat, ott Palm kivételével nem okozott tragédiát, Palm Prince is már korrigál visszafelé, sose jártam ott, tehát nem tudom milyen hely lehet, tehát biztos, 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 biztos felfújtatták a, az airbnb rendesen. Szóval meg lehet ezt úszni viszonylag olcsón, és a szabályozás az kell, mert különben a lakhatási válságot nem, nem lehet kezelni valószínűleg. Na, Következő, 5%-os THM plafon. Az én leszek. Ez egy, ez egy óriási uh, kezdeményezés. Ugye az a kérdés, hogy ugye most ez elvileg önkéntes, várjál, van egy kis cikk, amit le Önkéntes, de kötelező lesz. Na, várjál, várjál. Uh, az, felcseréltem, bocsánat. Igen, 5%-os THM plafon. Uh, bár most jól hangzik az ötszázalékos THM a lakás hiterek, nem biztos, hogy érdemes kivárni a bevezetést. Hát ugye a főcím arra utal, hogy ha most megjött ez a hír, akkor abból az deriválja majd a lakosság, hogy ja, hát akkor azonnal lakást kell venni. Én ezt nem tudom. Akinek gondolom. van forrása, is, hozzá tud jutni. Vagy kp -ja van, vagy hitelhez tud gyorsan jutni. de ez most hány százalék a lakosságnak? Hát, biztos lesz ilyen, vagy már van is nyilván. Ez több összefüggős dolog. Ugye van az 5%-os THM, meg majd ugye beszélünk róla, hogy még más egyéb hírek is felröppentek, uh -huh. és ezek majd éppen összeadódnak. Hát ezek összeadódhatnak. És nem oltják nem ki egymást. Nagyon fontos, ugye ez is mind uh, hír. Persze. Az hát hír, de még... a hír azonnal bemozdítja a piacot. Na várjál, 5%-os THM plafon. Mit jelent ez? Ugye azt jelenti, hogy egy, tehát akkor 5% alatt kéne legyen a hiteleknek a kamata. Most ott tartunk, a hogy, most ott tartunk vagyok. hogy 6%, 7%, tehát 6 Ez hitel kamat, már 4% felé fog mutatni, Na, hogy igen. a THM 5 alatt legyen, igen. vagy max. 5. Hát a os mit csinál a 4%-os hitel az ingatlan <gül> <gül> Felpesdíti, hogy finom legyek. Felfújtatja, hát már ilyet. De ki fogja ezt megkapni? Not Itt hezen, most az a az kérdés, az, hogy, hogy milyen feltételekkel lehet és kinek fölvenni ilyen jellegű hitelt, és ugye a pedzegették más szakértők is, akik ugye hitelben jobban otthon vannak, pénzcentrum például, hogy hogy lehet, hogy ez is olyan lesz, mint az zöld hitel, és csak első lakáshoz jutók fiatalok. és csak fiatalok ö, juthatnak hozzá, és olyan jövedelemmel. Vajna. Úgyhogy lehet, hogy azért itt meg fogja szórni a bandát ez a szabályozás. Két hónapja van az összes banknak, hogy összeheggezzék ezt a konstrukciót. Igen. Biztos csúszni fognak. hát Nyilván két hónap alatt azért rohadt nehéz ezt megugrani. Úgyhogy minden stimmeljen. És valószínű még a minisztériummal rengeteg ponton fognak egyeztetni. Hát ez még egy, egy teljesen, még csak nem is félkész termék, hanem teljesen az elején. Ez egy bemondás. Ez egy fejlesztés őt. alatt lévő termék, de a híreket már azért bemondták, hogy új-új-új, és akkor lépjen, ki, akinek lépnie kell. De egyébként mindenképpen lesz hatása a piacra. Lesz, csak a mai piacon az 5%-os lakásítel nem értelmezhető. Tőlünk hmm. szerencsésebb történelmi fejlődési országokba is vezettek már be ilyen intézkedéseket, mindjárt mondom is, Spanyolország, Franciaország, Olaszország például. Itt, itt általában, ugye, hát ugye, hogy a chatgpt vel beszélgettem, mm. mikor ezt a, mm. a, ezt a kutatást csináltam, és a ChatGPT leírta, hogy ezeknek a, az 500, tehát a THM plafonok beállításának az lett az eredménye, hogy kisákmányoló bankoktól sikerült mm. megvédeni a lakosságot, oh, és, és ezáltal akkor az olcsó ételekhez tudott jutni a lakosság, mm -hmm. és akkor Hát nézd, már mondanom, bevet valami populista politikus tablettát a... Nem hát itt van -e egy primér vagy... és Igen. egy szekonder oldal. Hát ahogy beszéltük, hát a hitelek jó árasodnak, hát olcsóbbak lesznek a hitelek, főleg hirtelen és látványosan. Az felfújja az ingatlanpiacot. Tehát tapossák egymás sarkát, majd a vevők, hogy minél hamarabb ingatlanhoz jussanak. ez Ezáltal azt fogja generálni, hogy drágulnak az ingatlanok, mert megnő a kereslet. Tehát, tehát a... lehet, hogy nem jutottál már olcsó elhez hozzá, akkor jártál a legrosszabbul, és még drágán is tudsz vásárolni a sor végén. Igen. Igen. Igazából azt fogja megmozdítani a piacot, amikor a, tehát most egy darabig az volt, hogy a bérleti díjak, Ö, olcsóbbak lettek, főleg a Covid idején, Igen. olcsóbb meg utána, amikor emelkedtek a THM-ek, akkor a bérelni Igen. olcsóbb lett, mint törlesztőt fizetni. Ez olyan nagyon sok évig fordítva volt. Igen. Most megint megérkeztünk oda, a díj emelkedés miatt, hogy ezek kb. egálba mozognak, Igen. tehát szinte mindegy, hogy ö, veszel, vagy hosszú távon nyilván nem mindegy, nem mindegy. de a pénztárcadat nézve, most Köböl, tehát egy ha még nem döntötted el, -e, hogy merre Igen. mész, és hol telepedsz le, akkor úgyhogy. Na most ezáltal megint az lesz, hogy a bérleti díjak jóval magasabban lesznek, mint ahol vannak a, 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 a hitelkamatok, tehát a hiteltörlesztők, tehát olcsóbb lesz neked havonta fenntartani egy, fenntartani egy saját ingatlan, mint kibérelni. Igen, csak... Ez biztos, hogy többlet keresletet hoz. Ez egyértelmű, csak azért nem értem De ezt. Az 5%-os ez lakáshitelt, mivel ugye most csúcson van a hitelezés igazából. Tehát nem értem, hogy mivel akarják, hogy serkenteni a gazdaságot. De még mindig kevésbé Mi vagyunk eladósodva, mint kisztársaink a szomszédokban. Ez egyetem, Mikor persze? lesz a következő választás? 26-ban. 26, 26 26 26 hát most 24 végén vagyunk. Másfél. Muszáj Igen, de ha meg De nézzed... mindig belekerül valami a képletbe, már 14 óta, ha megfigyeled. Jó, de ez az 5% arról szól, hogy a kenyeret olcsóban kell adni, mint amennyiben a kerül. Így van, ezt mondták. Ez, a... a... tehát, az ma ez az erről szól, szó, és akkor mindjárt idézném, hogy nem csak pozitív példák vannak itt. Lengyelország, Csehország, hasonló THM plafonokat vezettek be, mi lett az eredmény, mit gondoltok? Ó, hát a, a felirat az jó hangzott, persze. csak a bankok nem adtak, hitelt. nem adtak hitelt. Mi történt akkor, amikor hírták, hogy na akkor benzinár, stop? mi történt? Volt, nem volt benzin. Nem volt benzin. Mi lesz akkor, hogyha 5%? <laughs> hát, hogy a Meg ugye, amíg a rezs is addig mindenki tojik rá, hogy mennyi a fogyasztása, mert uh -uh -uh nem úr, aki nem herdá. Hát most ebben a bele sem menjünk, hogy továbbra is a lakosságnak a, a hülyén tartása a cél, mert ugye De... azzal, hogy neked nem kell felelősséget vállalnod, mert megkapod a hatósági áras hitelt, a hatósági áras energiát, azzal ugye azzal te életképtelen leszel, ugye ezt kéne Igen, nem abba az irányba tolja a lakosságot sem, hogy ö, szigeteljek, korszerűsítse, mert ugye a legjobb energiaspórolása az el nem égetett energia az hát hát igazából pontosos. arról szól, hogy a, gazda, tehát a kormány akarja az egész gazdasági teret uralni. Ennyi. Sikerült nekik eddig? Tehát most már mindent, ezt, minden, mindent ők akarnak irányítani. Ennyi. Szerintem nem lesz jó vége. Abszolút nem. A, a, az a én, az mit, mit gondoltok, a francia, a francia vagy a, vagy a cseh lengyel forgatókönyv fog bejönni? A cseh Itt van szerintem a cseh inkább. Kicsit közelebb Kicsit közele van. Vagy. Történelmileg meg egyébként is. Uh, na jó, de nyilván nem tudjuk, hogy igazunk lesz-e. Ki fog derülni. Én azt gondolom, most, most megint egyet értünk pedig, de jó lenne már összeillítatkozni, hogy hogy nem. Valaki berek... már írta is amúgy, hogy túlzatan egyet szóval értünk, szóval nem tudunk csinálni. Na, szóval még egy, az 5%-on kívül volt még egy történet, ja. ami érdekes volt, ugye ezt most találtam, a napokban jött ki a cikk. Csinálta a csinálta bankmonitor egy felmérést. Ugye jött az az óriási hír, ami ja. szintén ilyen csak nem akartam lelőni a poént addig. Szintén én nem tudom hova tenni, hogy, hogy mi volna a szándéka, tehát hogy milyen, milyen értelmes szándék van a mögött, hogy fel, tehát hogy megengedik az, hogy tört fel, a nyugdíj megtakarításodat mindenféle büntetés nélkül. És, és azon lábon lövöd ingatlant magad. vegyél. Nyilván azért vegyél ingatlan, mert ugye a GDP-t fújja felfelé, ha megy az ingatlan piac. Mert akkor építeni kell, akkor megy a, a kereskedőnek, megy az hát, építőnek. Akkor palastán. folyik be több áfa. Akkor, hát nem csak, hogy áfa, hanem illeték, minden barul, is. Minden, franc. Tehát az ugye fújja az egész történetet. Ezért nyilván nem bírják el bele, ne piszkáljanak minden oldalról. Holott arról beszélünk minden méteren, hogy lakhatási válság van, ugye nem tudsz elköltözni anyától, akkor ugye csajozás is nehezebben megy, a gyerekcsinálás is nehezebben megy, és a babaváró ezt marhára nem fogja megoldani. Csak én, én csak én, nem vagy, csak én hülye vagyok nyilván, hogy én ezt mondom, én nem vagyok politikus, én ezt nem értek. E, és ezért azért nyilván... Ezért, na, ez, ez, ez egy nagyon érdekes gondolat egyébként. egyébként, egyébként ezt a... Azt hiszem, hogy ki mondta a, 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 az hallottam, De hogyha valamelyik nagy ember mondta, azt hiszem, hogy Tudják a megoldást, csak nem hogy, hogy meg, meg, hogy te azt hiszed, hogy a szabályokat olyan emberek hozzák, hogy tőled okosabbak. Nem. Nem. Csak ők abban a pozícióban vannak. Meg hozni hogy ők a ugyanúgy, ugyanúgy, csinálják, mint ahogy én a vállalkozásomat. Én erre jöttem rá, hogy amikor vannak én ötletek, hogy figyelj, akkor próbáljuk ki mondjuk ezt hátha. <laughs> mennyibe fog Igen. kerülni, ennyibe. Hú, basszus. Mi sem ékesebb de... példa, mint Amerika az utóbbi években, hogy megválasztottak egy Donald Trumpot, Tompikát, <laughs> Aztán meg Joe Biden nem sokkal Na, jobb egyébként. Az nagyon jó választás. Nem mindegy, de ezt nem nekünk kell se eldönteni. Nem csak, hogy ilyen a... dolgok történnek, hogy komoly államférfiak voltak korábban. Tudod, hogy volt a gerontokrácia? Van. Gerontokrácia, ez megvan az a kifejezés. Szovjetunió, Preznyev ja. és a Zimborái Soda, a, csodál, Ezek csodál, a ézzék, ezek is. a nyugdíjasok eldöntötték keszek. a... Igen, igen, a világ sorsát tulajdonképpen. Na szóval visszakanyarodom egy mondat erejéig, hogy egy, egy probléma van. Tehát én, amikor hozok egy üzleti döntést, akkor ezt kipróbáljuk, vagy sem. Ha ah, csak elmondják, hogy mennyi fog kerülni, hú, akkor vakarom a fülemtövét, de amikor eldöntöm, akkor az az én kockázatom. És akkor, ha nem sikerült, akkor én, akkor én kifizetem a tanulópénzt, és hiszom a levét, és, és levonom a következtet, és ezt így nem lehet megcsinálni. bácsi mit csinál? Ha véletlenül is. sikerül, akkor jaj, ezt Na, is, akkor is ha nem sikerül akkor hát akkor meg, akkor meg, akkor meg 27% álpa fizessen. <laughs> Oda az államnak ugye nem kell törekedni az adadóság visszafizetésére, de viszont de neked, mint egy embernek kell. igen kell. a Bill pont így kezdte, hogy bevállalt olyan dolgokat, ami meg se volt még, de ő tartotta hát, hogy ez meg lesz ekkora, és az ilyen lesz és megcsinálta. Hát erről, erről szól, ez, már egy, nem egyre inkább... Ha volna megcsinálni, akkor van. Egyre inkább azt látom, hogy az ingatlan befektetősdi is erről kell szólni, tehát hogy olyan kockázatokat vállalsz, hogy hát majd két hónap múlva kell kifizetni, mit tudom én, 40 milliót. Hmm. És akkor vakarom a fülhelyzet, hogy hú, basszus, 40 milliót egy hét alatt össze kell szedni, e, aztán rájövök, hogy nem kell. Hát egy foglalót kell kifizetnem, azt már két hónap múlva ráérek a 40 milliót összeszedni, azt már szépen utána, ha nem sikerül, akkor mi a legrosszabb, bukom a foglaló Így é, És akkor vannak olyan emberek, akik ezt úgy játszák, hogy olyan, olyan kockátokat mernek vállalni, hogy a háta van a szőrfel. Ismerünk hiatt. Úgyhogy <gül> <gül> igen, igen, igen. Na mindegy. <kül> szóval, Visszatérve ide, a nyugdíj megtakarítást feltörheted, és ugye azt csinálták a büntetés nélkül, is ingatlanba fordíthatod, a bankhajtó csinált egy, egy kutatást, ezer fő töltötte ki, Igen. és az ezer fő alapján ugye ők azt jósolják, hogyha ez igaz lenne a teljes lakosságra, mint az ezer fő hát leírt, akkor, akkor akár 300 milliárd forint érkezhetne az ingatlan piacra. Ugye ugye itt, itt van egy olyan grafikon, amin az látszik, hogy hányan nyilatkozták, hogy van lakás célom, nincs lakás célom. A nagy részének nincs lakás van, aki vásárolna vagy építene, egy kisebb százalék, illetve van, aki felújítana vagy korszerűsítene, de tulajdonképpen a, ugye az is megvan, hogy mennyi pénz van ezekben a nyugdíj megtakarításokban, önkéntes nyugdíjpénztárban fejenként két millió, Azért mondom, hogy ez... És ez mire lesz elég, ez nem tudom. Hát egy ford a hát egy de felületes. Ezek átlagok, tehát van, akinek ennyi sincs, van, akinek meg sok. Nem mindegy, melyik korosztály, mert aki pont a nyugdíj előtt, Égen, vál, igen, igen, azért igen, már igen. Érdekes, hogy a magányugdíj 6,3 millió forint van per Nem per az fő. önkéntesben van? Nem, a magányugdíjban, magányugdíjban van több. Van anygen, a magányugdíjban az van több. És akkor a vég konklúziója az a történetnek, hogy azt mondja, hogy... Igen, uh, igen, az, az hogy a bankmonitor konzervatív szakmai becslése, stb. stb. stb 25-30 százalék. Uh, Várjál, mindjárt odajutok. Tehát egy év alatt 7-10 ezer plusz adásvételi tranzakció valósulhatna meg akkor, hogyha nyugdíj megtakarítások szabadon elérhetővé válnának. Ez uh, a jellemző 10-12 ezeres havi tranzakciószám mellett érzékelhető többlet keresletet eredményezne. Az a 10 az százalék. százalékot dobna éves szinten. Ha. Igen, ha. Úgy, de e megint, csak, megint csak szellőztetjük. E Láttunk már ilyet 19-ben, és az 5%-os, ami 4-9 volt, nem is 5. Én az állampapír. Állampapír, az is elakasztotta. Na de most arra, vá arra válaszoljatok, hogy ez, ez most megint mi? Tehát a nyugdíj megtakarításaidat kipiszkálják a kezedből nyilván jólandzó szlogenekkel. Nem biztos, hogy neked ennek be kell dőlni, ugyanis a saját nyugdíjadat baszod el. Uh, úgy mondjam. Eddig jó volt az ingatlanba fektetés, tehát igazából, ha a múltat nézzük, akkor, akkor, akkor és ez a jövőre is igaz lesz, mert a múltba igaz volt, akkor valószínűleg nem jársz ezzel de, de mi van akkor, ha? De mi van akkor, mi van akkor, ha ingatlanba vagy teljes mértékben, vagy a magyar lakosság nagy része, és ne Isten hoznak valami, ahogy a szabályozás a lényeg, nem a tulajdon. Hoznak valami olyan szabályozás, hogy holnaptól nem megadóztatják mondjuk a... Így van. Ne adják ötleteket, mi? Ne, ne, ne. Van de, a... de, de, de Is van adó építmény adó, de mondjuk megtiszerezik az De, de, a de magukat a nyugdíjpénztárakat arra találták ki, hogyha te majd megvénülsz, most már nem is 65-nek kell lenned, mert már 69-nek, 72 az uniós törekvés, hát miért mi odaérünk kétségnek? lassan már neked kétség, már nem, ugye, én, még, én még azért adok magam meg egy pár évet, de hogy, hogy minél kevesebben éljék meg a férfiak közül, mert az, Megnyerte az államköltséget. De ez egy dolog. A, a... De hogy miből fogod kiegészíteni az amúgy Erről is gyenge nyugdíjadat? Ez Erről azért szó. lett hogy hogyha ezt elköltöd előre, és valami nem sül el, gyógyszerre nem lesz pénz. Így van. De nem baj, mert akkor már elvásároljuk az és akkor Ez ugye, egy veszélyes akkor, üzem. Akkor is veszünk a köcsökök. Ugye mi, mi, mi a mi a új szó? Diversifikáció. És az tehát volt a ezzel... lényeg, hogy nem tudsz a nyugdíjban menetelődik hozzányúlni. Igen, de ezzel a diversifikációt veszik ki, a, tehát, tehát a, a diverzifikált befektetéseidet szüntetik meg ezzel. Így van. Átterelnek ingatlanba. Ez ugye nem gond, de azért azt is tegyük hozzá, hogy Magyarország az Unióba a legelső, most már mindenféle, szem, mindenféle ingatlanpiaci statisztika szerint, a bérleti díj, uh -huh. fizetésekhez képest ingatlanár, hány év alatt tudsz megvenni egy ingatlan, stb. stb. Már talán csak Párizs van előttünk, esetleg még Prága, nem tudom, de, de, de Budapest az első helyeken van. Hova akarjuk még ezt? Hát És ameddig ez a jövedelmek legyen. nem változnak, addig, addig ez így lesz. Meg még egyet kérdezek, meddig tud ez menni tényleg? Mert a múlt béli adatok alapján ez a végtelenségig. Hát ameddig van fizetőképes kereslet? Igen, van fizetőképes kereslet, de egyébként ugye alacsonyan volt a bázispont. Tehát olyan nagy áremelkedést mondjuk én ebben nem látok inkább az abból a 1750 milliárd forintból, amit jövőre ki kell fizetni nagyjából az állambácsinak az állampapírhozamokat, abból már egy kicsit nagyobb fellendülést várok, mint ebből. Szóval 2025. De hozzá fog, az tenni. hozzá fog tenni egy kétszerződőt. Valószínű, még tovább fogja vinni. Az de nem tartom jó ötletnek továbbra sem. Ilyen. Na, menjünk tovább. Következő érdekes történet. Lassan menjünk be a bulvár irányba. Mm -hmm. Valóban tömegesen vásárolják fel a szlovákok az eladó borsodi ingatlanokat. És itt ugye a Zemplén északi oldaláról van szó. Kéked, illetve... Tehát amiről szó van a Zemplén északi oldala, kéked tornyos németi lakosság 30 századi, 36 százaléka külföldi, és véletlenül zömében vannak a szlovákok. Na mi lesz? Hát itt az Úgy a, helyzet. Trianon, vagy mi? nem hiszem, hanem ugye, mivel már most egységes Európa, van átjárási lehetőség, és nem kell a határellenőrzést tartani, a szlovákok euróban keresnek, viszont a, az alacsony hitelkamat felverte az ingatlanárakat, ezért nekik sokkal kifizetődőbb, Akár 20-30 km de még akár 50-re is átjárni a magyar oldalra, és ezek a lokációk elég olcsók. Hát ki vannak öregedve a falvak, nagyon örülnek neki, hogyha valaki megvesz valamit, és ilyen 5-6 milliókért tudtak eleinte venni felújítandó házakat, amire ráköltöttek 7-8-10 milliót, és Hát ezek egy kicsit furcsában törik ugye a palócot, mint a testvéreim. Hát vagy a... egyáltalán nem beszélnek magyarul. Hát ezek el, pont ez a poén, hogy egyáltalán nem beszélnek magyarul. Így van, és akkor még valaki vállalkozást is indított egyik másik ö, településen, mondjuk azt hiszem hallottam olyat a, a fickótól, hogy cukrászda, pékség, Abszolút, és, szlovák, és, felirat, és És most magyarul magyar, nincs kérve egy van, szó Így van, na ez eddig nem volt ugye Magyarországon belül, most meg már van. Most meg már van. Uh, hát ugye voltunk uh, Somorjában együtt a, a, szlovák, uh, szlovák, tehát szlovákiai, magyarok, ők tulajdonképpen, nem, de földön. ugye Szlovákiába jártunk, és uh, ugye ott elmondták, hogy a kamat szintek milyenek voltak. Hogy hát 0,365 egész... százalék. Na. Volt a legalacsonyabb. Tehát csoda, hogy fel. Hát boldog, boldogtalan igyekezett eladósodni. Oda, hogy felduzazták az ingatlan piacot. És Most ugye... meg nem tudnak eladni, mert hogy hát ez már drága ez a majd 5%-os kamat. Vagy nem ugye néhány szoram, De nem is az, hogy eladni, hanem gondold el, hogy ott hogy felpumpálták az ingatlan piacot, mert ugye ott van Nógrádi falvak, az Igen. egyik oldala ö, 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 Ipolytarnóc, a másik Igen. oldal... Óriási de, a különbség. ...mújad, rárós mújad. Csak a két falu teljesen ugyanaz az arculat, csak az egyik a magyar oldalon, a másik a szlovákon, a határ sincsen. Az egyik oldalon 10 ezer euró egy kádár a másik oldalon 40 ezer euró egy És Ennyi. Akkor az a kérdés, hogy van hol ez fogsz venni? Hm? Miért van ez 0,3, mit tudom, mennyi? 0,3 uh, hitel? Olyat még a fejlett, fejlet nyugaton se lát. Hát ilyen 1,5-nél megállt a svájci is. Na, erre a híre kapcsolódva, ez figyel, nem elég gazdagok a magyar milliárdosok, csak álmodhatnak az osztrák, lengyel vagy cseh vagyonokról. És akkor itt van egy kis kimutatás, hogy az, a, a leggazdagabb 10 magyar összes vagyon az 9,8 milliárd dollár, a románoknál 11,5 milliárd, a lengyeleknél 24,1, a cseheknél 52,5. Na, hát ugye ez, ez is, ezzel is tele vannak a hírek, hogy az elmúlt 10-15 évben hogy sikerült nekünk az utolsó helyre keveredni mindenféle szempontból. Um, Megint én nem vagyok politikus, tehát, és már meg fogom kapni megint, hogy én izé vagyok, hogy én valósi vagyok, meg stb. De, de most ezzel is nem tudok mit csinálni, de más magyarázatot adnék. Tehát az, nem az elmúlt 15 évből indulnék ki. A, a magyarok csak, tehát ezt a nyelvet, amit beszélünk, és ezt is emlegettem már, összesen 15 millió értik a világba. 15 millió értik összesen a világba. Amikor a bolgároknál voltam, és akkor megkérdeztem a Mitkót, hogy de érted egyébként az ukránt? Hát -e? persze. És van az orosz, hát azt is mi vagyunk a legközelebb az orosz. Az Adriától Japánig. Hát jó akkor azért a, a szlovént, hát a tököbben azt is megérti. A cseh-szlovákot, azt is. szerbet, azt is. Te most komolyan mondod, hogy a saját nyelveden dumálsz, úgyhogy nem tanultál meg más nyelvet? És Maribortól, Vladivostokig mindenki megérti, hogy mit dumálsz? Nem, nem kell többet mellé. PC-PC pici, pici különbségekkel. A, 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 akik Romániába szakadtak, beszélnek románul, azok megértik, az a, azok megértik a spanyolt, az olaszt, a franciát, a portugát. portugált. Mi a magyart? marha <laughs> hogy megértjük a magyart, ugye? <laughs> Tehát emberek, tanuljatok nyelveket mindenféleképpen, és Hát illene összeszedni magunkat, mert ugye itt mi voltunk, a állítólag a kultúra hordozói, ugye a Trianon előtti időkben volt ez a mondás. Mondták, ugye nem ezért nem próbálták idők. magyarítani itt a, a népeket. Egyetlen szerencsénk volt, közel voltunk a németekhez. Ez volt az egyetlen szerencsénk. Következő érdekes címet találtam itt, az ország legdrágább és legolcsóbb lakótelepei. Ugye hát ezen már most ne pazaroljuk az időt, Ö, ez mindig érdekes ugye, megnézni ezeket. Az egy átlagos budapesti panellakására már 41 millió forint, és ha nézzük így ugye a táblázatot, mert egy átlagembernek egy panellakást is úgymond luxus megvenni, akár csepelen is. Tehát... ez De... maga a lakhatási válság. Főleg egy vidéki átlagember. Viszont, viszont, egyébként ugye a kiadhatóság szempontjából nincs nagy különbség mondjuk egy gazdag réti lakótelep és egy csepeli panel között. 20-30-40 ezer van. forint maximum, viszont vételárban majdnem másfél Tehát, másfélszer tehát a bérleti díjban mondjuk 15-20 maximum a különbség? Maximum kiadhatóságban pedig, vagyis vételárban pedig mondjuk a fele. Majdnem másfélszeresen. Tehát a lágymási lakótelepen a négyzetméter ár... 1 millió 26 ezer forint. 1 millió, az átlagos négyzetméter árakról beszélünk. Az több, kevesebb, nyilván ez mind átlag. Ugye ezt egy piackutatás alapján csináltuk meg. Tehát Ugye lehet, saját kutatás volt. Saját oldat. kutatás, igen, tehát pár hirdetési portál, eladási ára, stb. szedtük össze, de igen, tehát egyébként is nagy különbség. S Pester 600 ezer fölött van egy kicsivel. Egy kicsivel, igen amott uh, lágymányosan pedig 1 millió forint, egy fölötti. Mondja, tehát mondja, majdnem első első. dupla egy tulajdonképpen. Viszont bérleti díjba, az a 30 díjba? Na, szóval uh, utolsóbból lesznek az elsők, egy tehát van. aki mondjuk befektetésnek venne panelt, uh, mint így van. Uh, ferikeit éppen újul, így van, Új éppen újul. újul, akkor ugye csepel az egy tökéletes. Na, magasztás. de hogyha pont emiatt felkapják a Pesterzsébet és csepeli paneleket, akkor ott is drágulás lesz. Hát várhatóan. Egy, ér, érdekes szóval különben, én azt gondoltam, hogy a gazdag réti lakótelep lesz az első. Nem, a lágynársai drágább drágában onnan azért, hogy az e Most nem az, 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 az épp, pláza, jobb igen. lett az infrastruktúra. A négyes metró etelepláza, igen. azóta ugye feldögték az árat. A, ami, amit nem láttam a kutatásban, az a... Őrmezőt, örmezőt akartam még. De ezt most vettem észre, hogy őrmező kimaradt egyébként. Most is ott a Valószínű ágy gazdagrét gazdagért környékén kerül ez is. És akkor nem meglepő ugye a utcai lakótelep a harmadik, vizafogó, hát gondolom ott ugye a dunaparti panorámás panelek. Tehát van panorámás panel, ugye, ez egy ilyen kategória, az nagyon drágák József Attila lakótelep, háló, a középen, füredi lakótelep, stb. A hogy az a ez a középtár középre és van egy millió is be. négyzetméter amúgy. Jó, az van, a spál, Nem, Jó, nem, elad... nem, adják el, de akkor is hirdetni is valakinek volt így mersze feltenni, azért ez már mindent elmond magáról a piacról. Igen, és akkor megnézzük a végét a listának, akkor ugye Havanna, Csepel, Pestes. Kevés a kínálat hát, egyébként azért. Ja. azért igen. De ezen mondjuk az utolsó hármad nem lepődtem. Hát azon nem lepődtem. Az, az örökös. Beton dzsungelek, ahol... Picit néha változik. Tulajdonképpen a Havanna is, az szinte az összes be van szigetelve. Igaz, busszal kell közlekedni, nem még a metró, de, de jó a közlekedés. Ö, jó. A panel az panel. Igen. A 17-ben sem megy ki a metró, hát Ott, onnan is buszszak, kökik, onnan is buszozol. De van vagy vonat, vagy, van vagy az őrs. Vagy van vonat, van vonat igen. Vagy van vonat, vagy két perc állomás. Ha már lakhatási válság, Bécsben miért nincs lakhatási válság? Mert ők másképpen gondolkodnak, és hát van... Ö, ö, fiataloknak lehetőség, hogy elinduljanak bérlakásból, amit a állam finanszíroz. Na itt egy-két mondatot hadd idézek ebből azért hogy egész Európában, tehát az Economist magazin 35 nagyváros lakbérét hasonlította össze a fizetésekkel, az eredmény kapta, hogy egész Európán Budapesten Tadalás. a legdrágább a lakhatás. Király! A rendszerváltás is. után privatizáció hagyatéka, hogy Magyarország az emberek túlnyomó többséget tulajdonolja a lakást, él, ezért ugye a, a, magas lakbérek és a lakáshiány. hiány. De egyébként, bocsánat, bocsánat, a, várjál, elmondom a másik felét is, hogy mit csinálnak ezek a mocskos osztrákok. A, a fritzek. Kélek szépen. Akiket nem sokára megelőzünk. Igen, azt mondja, hogy a bécsi lakosság közel feleír szociális bérlakásban gemeinde vonunk, hm. vagy államilag támogatott lakóközösségben gefördette vonunk, amelyekben a lakbéreket központilag korlátozzák. 2019-ben a város újraindította közvetlen lakásépítő programját, mert van neki ilyenje. Van. Itt meg, van, itt van, meg van, dumálunk, 15 éve, nem tudom, 20 évvel beszélünk arról, hogy szociális bérlakások kéne építeni. Bécsnek meg van lakásépítő programja, 3700 új lakás épül. Hm? És még egy dolog, ami nagyon érdekes, a bécsiek 80%-a jogosult arra, hogy önkormányzati lakásban lakjon. Emiatt nem jár hátrányos megkülönböztetéssel az, hogyha valaki így tesz. Azt is hozzá kell tenni, hogy a szociális lakások, főleg az újabb, a kényelmi esztétikai szempontból szinte megegyeznek a szabadpiaci lakásokkal. Jó, de az elmúlt 9 évben, tehát ugye mivel lehet kordában tartani a magas albérleti árakat, ha sok új lakást építünk? Tehát 2016-tól, mondjuk az, az elmúlt 9 évben, így van, tehát Bécsben 116 ezer Budapesten 42 ezer. Tehát igazából is ezeket egyébként túlnyomó részben nem az önkormányzat építette, na. hanem a piaci alapon működő ingatlan befektető. Ez így van. Mert megértenek. Ők profitorientáltak, és ugye mi van itt? Tehát, tehát ugye az van, hogy az új építési lakás hiányzik, tehát az ára megyen szépen felfele. Na mindegy, szóval tanulni lehetne az osztrákoktól, de hát de nekünk hát. itt vagyunk a szomszédban is nem nagyon sikerül, de hallok ilyeneket, amikor a politikusaink mennek mondjuk, mit tudom, kazasztánba szétnézni, hogy na, hogy kell. Tevét, Nem Kazasztánba kéne menni, három óra alatt a Veszbáhúban van. van a vonat, odáig kéne menni, azt ott a ott megnézni. Kongói miniszter volt. Kongói ide, miniszter. az na nagyon onnan onnan is azért, meg. na, van mit tanulni. Na, hát egy a végére, mert hogy az időnk meg már körülbelül ma már nagyon lejárt, a végére még egy cikk van itt, Vakmajom írta, 2001-ben a bruttó átlagbér 103.533 forint volt Magyarországon, a KSH szerint 2024-ben az utolsó KSH adat szerint 642.000 forint volt a bruttó, bruttó átlagbér. Azaz 23 év alatt 520%-kal nőttek a bruttó bérek nominálisan. Mennyit nőttek az ingatlanárak? A jegybank adatai szerint 2001-et vesszük kiindulási alapnak országosan 564%-kal nominálisan, ami ugyanannyi, mint a bérek növekedése. Ez tehát tulajdonképpen a többi az csak zaj. Tehát egy átlag embernek. akkor is nehéz volt lakást venni, és most is nehéz. Hmm. Mert régen minden jobb volt. De hogy én, én? én, én inkább azt gondolom, tehát itt nem a probléma, hogy ez a tehát, hogy, hogyan rajzoljam a statisztikát. Hogy nézzen ki, mit szeretné. Mert ez, ezek ugye tényadatok. A probléma nem ez. A probléma a medián, hát Hogy, hogy az átlagtól való távolság. Hol keres Budapesten, tehát hol keres mindenki 400 ezeret? Tehát ugye ez az átlag senki. Tehát. Na, ez az, hogy. Na, hogy, a, hogy a lakosság hány százaléka. Persze. Pontosan, a keres persze, nagyon keveset. Így, Tudjuk, pont. hogy a, a jövedelem szerkezet olyan, hogy nagyon sokan keresnek nagyon kevés pénzt, és nagyon kevesen keresnek sok pénzt. Ez a probléma. És ez az, ami megváltozott. Tehát nem az változott meg, hogy a fizetések, átlag fizetések, átlag ingatlanák aránya, ez, ez nem változott, ez most látjuk. De hitelnél is éppen az jött ki, hogy a társadalom felső 30%-a veszi fel a hitelek 80%-át. Persze, mert ők értik, hogy miről szól, miért. Egyrészt értik, másrészt alkalmas rá, hogy ő kapjon. Hitelt. De kockázat nélkül nincs győzelem. Ez igaz, hogy nem, nem tud mindenki kockázatot vállalni, de mi szerintem mi magyarok, mi, mi, mi nagyon nem szeretünk kockázatot vállalni alapvetően, és ezért nem. Már jutunk félünk a kudarctól ezért nem jutunk. Mert ha kockázatot válasz, akkor néha pofán vernek. Te tehát többször biztos. kell kockázatot vállalni, és akkor az, át, van, hogy vért köpsz. van, hogy sikerül. Van, hogy vérköpsz egyébként. Tehát, Tudnánk mesélni. Ugyan, Tudnánk. igen, igen Tudnánk. ugye volt nekem olyan, amikor tisztelt üzlettársam 30 millió forinttal rántott meg 2000-ben, 2000, még 2011 ben 2010 11 valami ilyesmi volt, az, az a mostani értéken megsatszolni nem tudom. Nagyon Na, kemény. Adjad. Nagyon kemény időszak <laughs> volt. De volt, hogy összedőlt a cégem, a, mit tudom én, négy ingatnél oda, 50 fős brigád, öt fős menedzsment összedőlt úgy, hogy fél év múlva ketten ücsörögtünk ott. Szar volt? Szar volt. Mindenkinek javaslok egy, egyébként egy ilyen egy jelenformában, mondjuk, mondjuk egy 30 millió 2011-ben legyen mondjuk 100 millió forint manapság, mindenkinek javasolnék egy ilyen, 30, egy ilyen 100 millás buktát. Mert óriási ö, ö, személyiségfejlesztő hatása van, hogyha ebbe beleállsz, és nem elmenekülsz. Te sztársága. felálltál? Hát nem leugrassz a hídról, nem, nem, nem és akkor... Nem, nem, nem. nem odaálltam ezt ezt és eltakarítottam. Azért mondom, hogy felálltál? Tehát hát úgy felálltam, odaálltam és eltakarítottam. Így van. Úgy álltam fel. Na, Bőztel. hát ö, akkor ezt a jó kívánságot küldeném mindenkinek Mindenkinek, innen. mindenkinek egy százmilliós buktát kívánunk. Ez egy motivációs igazság. Szabó Márton. Na, köszönjük szépen a figyelmet, Sziasztok!